Szia, Kövesi Andi vagyok, a Jogoplay Kft-től, és ez a kedvesti Jogoplay élő videó, ahol játékokat, kiegészítőket, gyerekszobai kellékeket mutatunk be nektek, hogy lássátok, hogy hogyan működik, hogy tudjátok, hogy szeretnétek ilyet, vagy sem, el tudjátok dönteni, tényleg olyan, amire ti vágytok, vagy pedig kerestek valami mást. Szia, örülök, hogy itt vagy. És akkor lássuk is, hogy miről lesz ma szó. A lámpák már itt világítanak, most én kicsit sötétebben vagyok, de azért, hogy a lámpákat jól lássátok. Ez a Little Love Company cégnek az éjjeli lámpái, meg nem csak éjjeli lámpa, de majd el fogom mondani, hogy milyen típusok vannak. A Little Love Company-ról annyit kell tudni, hogy ez egy 2014-ben indult vállalkozás, és annyira sikeresek ezek a kis lámpák, mert hogy a gyerekek nagyon szeretik. Gyakorlatilag most már egy 90 fős vállalkozás lett, és azért hozta létre két anyuka, akinek összesen 7 gyereke van a kettőnek együtt, tehát egyiknek 4, másiknak 3, mert édes, cuki, aranyos gyerekszoba kiegészítőket kerestek, de nem találtak olyat, ami nekik tetszett volna, ezért elkezdtek tervezni, és létrehozták a Little Love Company céget, és akkor lássuk is, hogy mit tud a Little Love Company lámpák. 4 típusa van a lámpáiknak. Mutatom az elsőt, ez a kacsa, ez egy ilyen vezetékes lámpa, most lekapcsolom, jobban lássátok, így néz ki, itt alul zsinóra működik, be kell tukni, van egy kapcsolja, ez egy asztali lámpa, ez kifejezetten arra van, hogy az asztalnál világítson, viszonylag erős fénye van, és ilyen helyes a kinézete, tehát ő az asztali lámpa. Amúgy asztali lámpából még van a kacsán kívül a T-rex, ez a mini vállalatolszata a T-rexnek, tehát ez is lehet kapni az asztaliból egy nagyobb méretbe, mint a kacsa. Hoppá, a felhőt meg elaltattam közben. És Brontosaurusban is van asztali lámpa, de az nincs itt, valamint az unikornisban, ez a kis unikornis változat, ebből van nagy is. Tehát ez volt az asztali lámpa, és akkor mutatom a másik nagy lámpát, mert akkor megyünk méretbe sorba. Ez egy nagy felhőlámpa. Így néz ki, hogyha nem világít, és az érintése működik, tehát hogyha megütöm, ugye meg kell nézni, lehet, hogy kicsúszott a dugója, akkor be kell kapcsolnia, igen, és két fokozatban világít a felhő, ebbe az erősbe, meg egy ilyen halványabb fokozatba világít, elalváshoz a halványabb, és akkor a harmadik ütése pedig kikapcsol, és ez is egy vezetékes lámpa, tehát vezetékkel működik, ezt is le lehet helyezni az ágy mellé, valahol ilyen kis cuki. És akkor neki is van egy kis testvére, és a kis testvére, ezek a mini lámpák, ezek így néznek ki, ez a kicsi felhő, ezek kifejezetten ilyen pici éjjeli fény, ezek nem vezetékkel, hanem elemmel működnek, az elem az benne van amúgy tartozékként a dobozba, tehát már a lámpába bele van helyezve az elem, tehát ha megveszitek, rögtön működik, és akkor mutatom, itt úgy működik, hogy van egy kis kapcsoló, ebben lehet kikapcsolni és bekapcsolni. És most világított egy kis piros fény, az azt jelenti, hogy az időzítő be van kapcsolva, tehát 15 perc után ez a lámpa ki fog kapcsolni, de az időzítőt ki lehet kapcsolni, méghozzá úgy, hogy a bekapcsoló gombot azt hosszan nyomjuk, amíg el nem alszik a piros fény, elaludt a piros fény, tehát most már nem fog kikapcsolni. Ha meg újra kikapcsolom és bekapcsolom, akkor megint világít a kis piros fény, tehát megint bekapcsolta az időzítő. A legtöbb fajta amúgy ebből a mini lámpából van, és több színben is megtalálható. Mindjárt lesnem kell, mert fejben nem tudom az összeset, de ha megtalálom a felhőt, igen, a felhő is még kék színben, ez a kék színünk, amúgy a bálnás. Kék színben és rózsaszínben, amilyen az őzike, abba is kapható. És akkor miket hoztam el nektek? Elhoztam az ananászt, ez a nagyobbik lányomnak a kedvence. Ez a sárga ananász, ez is pontosan ugyanúgy működik, alul van a kis gomb. Megnyomom, kikapcsol, és bekapcsolom. És akkor neki is bekapcsolt az időzítője. És ki is kapcsolom. Tehát van az ananász, a sárga és rózsaszín ananász, van ez a sárga ananászunk. A lányok kedvence, unikornis, van kis helyes szárnyacskája is. Alulról így néz ki, füle, szarva, és előről így. Ezt is megmutatom nektek kikapcsolt állapotban. Kis helyes unikornis. Akkor az idei év slágere, meg az új ez a bálna, ilyen kis cuki.
a felső kis víz, ami jön ki a fejéből, az nem világít, az tömörebb, és az bármilyen szép kéken világít, ez ebbe az egy színbe kaphatom, hogy az unikornisban is egy szín van. Ellenben a fagyi, ez a kék fagylalt, ami itt van nálunk, ennek is az alján van a kapcsoló, ez így néz ki, az négy színbe kapható, rózsaszínbe, mentába, a fehérbe és ebbe a kékbe. Szintén idei évbe új a lányaim, ezért megörültek, főleg a kisebbik, a rózsaszín őzike. Hát nem cuki, amúgy lehet kapni drabba is. Lehet kapni drabba is, neki is lent van a kapcsolója. Előről így néz ki, megmutatom hátulról is. Ilyen szép az őzikénk. És szintén sok színben kapható, az a körte, lámpa. Neki is van egy kis mosolygós, kedves pofia. És ő is több színben kapható, mindjárt kilesem, hogy hány színben, hogyha szeretnétek tudni, de persze nem találom a... De mentába, ez a menta, amit mutattam, tehát ez a menta volt, rózsaszínbe és kékbe kapható. Van a szellem, nekem ez tetszik különben a legjobban, ez annyira cuki, ez a kis szellem. Ő a szellem, van a kis farka. Így néz ki. És neki is alul van a kapcsolója, ő ebbe az egy színbe kapható, és szintén idei 2018-as, az a nyuszkó-muszkó, kis helyes nyuszi. Igaz, hogy nincs húsvéd, de egy ilyen kis fehér nyuszinak szerintem a lányok bármikor örülnek. Ő így néz ki. A T-rex. Ez is a T-rexből is, ez a, igen, belőle ez a színben, ez a kicsit kékes. És akkor van még itt egy hold, a holdnak különben van párja, napocska is, tehát lehet úgy is vásárolni, hogy napocskával együtt, neki is az alján van a kapcsoló. És ez, itt már láttátok, hogy egy ideig fogdossam őket, tehát LED lámpák vannak benne, és nem melegszenek föl, tehát hogyha a gyermek beteszi az ágyába, akkor se történik semmi probléma. És akkor úgy épülnek föl a lámpák, hogy ezek a picik 15 perc után kikapcsolnak, a nagy felhőlámpa is kikapcsol, de az 30 perc után, és akkor van az asztali lámpát le kell kapcsolni, és még egy lámpafajta van, ez pedig a tölthető éjjeli fény. Ebből van a denevér, a T-rex, van egy kacsa ebből a tölthetőből, és brontosaurus van, tehát ez a négy fajta tölthető. Ennek van egy töltője, ezt itt mutatom, erre a kis töltőre kell ráállítani, napközben ez így néz ki, van egy vezeték, amivel a konnektorba be lehet dugni, de a maga lámpa az 10-12 órán át világít így a sötétbe töltés nélkül, tehát egész éjszaka tud világítani, és neki is két állása van, neki pedig itt lent kell kapcsolni, és neki is ott világít amúgy a kis piros fény, tehát ez a halványabb, ez az elalváshoz, mert ő is kikapcsol, ő viszont 30 perc után kapcsol ki, tehát a picik azok 15 perc után, a tölthető lámpa pedig 30 perc után kapcsol ki, és ez is, ez sem melegszik föl, és természetesen, ha hosszanyom a gombot, akkor ennek is kikapcsolható az időzítője, kikapcsolt a lámpa, és ő így néz ki, kis denevér szárnyai van. Nagyon kis helyes, tehát ő a Little Love Company-nek a tölthető lámpája. Amúgy azokon kívül, amiket bemutattam, van még keksz lámpa, a kacsából, amit mutattam az elején, abból van, szia, neked is nagyon örülök, tehát van a keksz lámpa, a kacsából is van kicsi fajta lámpa, és a napot nem hoztam el még nektek, de különben ezek a lámpák megtalálhatók, és megtaláltok a Jogoplay oldalán is. Még amit fontos tudni róluk, hogy természetesen ezek olyan műanyagok, amik PVC falat és mindenféle mentes műanyagok, pontosan azért, hogy ne károsítsák a gyerekeknek, a gyermekeknek az egészségét, és hát nagyon cukik, tehát nálunk már csajok bejelentkeznek, hogy miket szeretnének megkapni. Hát ezek voltak a Little Love, szia! Little Love Company-nak a termékei. És akkor amit még el szeretnék mondani, amit a végén szoktam, hogy ugyebár aki vásárolt nálunk, az tud csatlakozni a Jogoplay zárt csoporthoz a Facebook oldalunkon, el semmi más nem kell, mint hogy jelentkezel, és megnézzük, hogy vásároltam el nálunk, ha igen, akkor elfogadunk,
És tudod, minden kedden, méghozzá minden hónap második kedjén 10% kedvezmény van a Jogopész zárt csoport tagoknak a teljes Jogoplay-be báruház minden termékére. Tehát ezt érdemes kihasználni. Valamint van a Jogoblog, a Jogoblogban ma került be egy új cikk, a Jogoblog cikk pedig arról szól, hogy hogyan lehet berendezni nagyon frappánsan egy pici gyerekszobát, és ezt hogy oldotta meg egy belső építész és építész cég. Olvassátok el, nézzétek meg, és kövessetek minket a Facebookon, mert ott is szoktunk játékokkal készülni nektek. Örülök, hogy itt voltál, szia!